Medvebiztos szemétárolókat helyeztek el Tusnádfürdőn. A Project Bag Egyesület és a helyi önkormányzat közös projektjének részeként elhelyezett eszközöknek köszönhetően várhatóan még kevesebb medve fog bejárni a fürdővárosba. A két éve elkezdett munka eredményeként az évi 220 medveriasztás helyett tavaly mindössze 8 alkalommal jelzett a tusnádfürdői emberek telefonja medveveszélyt. Lenyitod, beteszed a szemetet, elengeded, és vége. Ezekben a szemétárolókban nem tud turkálni a medve. Magyarázza Imecs István, a Tusnádfürdőn pár éve elindított Watch Bear and Advocacy, medvék és emberek a közös jövőért című projekt menedzsere. A projekt lejárt, de a benne dolgozók megtalálták a módját annak, hogy tovább vigyék az elkezdett munkát. Június 1-től is kezdődik egy olyan pályázat, amiből a következő két évre a konferenciát és a fesztivált meg tudjuk szervezni, és sok más aktív tevékenységet a környéken. Tehát, hogy egy kombinációja az adománygyűjtésnek és a pályázatírásnak, és igen, ezt mi hosszú távra tervezzük a WWF-ek közösen. Az együttműködés eredménye a most megvásárolt 16 szeméttároló is, amelyeket a civil szervezet által gyűjtött 57 ezer lejes adományból szerzett be a kisváros. Az eredmények mérhetők, hangzott el az átadás alkalmából tartott sajtótájékoztatón. 3 éve még 220 alkalommal riasztották a rendőrséget a tusnádfürdői lakosok medve miatt. Idén viszont Tusnádfürdőn egyetlen alkalommal sem jelzett medvét, arról alert. Amikor tehát vadgazdálkodók, erdészek, a turizmus ipar képviselői, a civil szervezetek, a WWF, egyetemi szféra, illetve egész fel a minisztériumig, tehát maga a környezetvédelmi miniszter is itt volt és támogatta, és közösen támogatják ezt az ügyet, és az irányt együtt kapták meg. Tehát itt nem az volt, hogy a WWF vagy mi mondtuk meg az irányt, és a többiek követték, hanem itt a kérdés az volt, hogy tudjunk segíteni ezt az ügyet. És mondják önök el nekünk, és beszéljük ezt meg, és állandóan beszéljük ezt újra. A különböző méretű és formájú szeméttárolókat a fürdőváros különböző pontjain fogják elhelyezni. A szakemberek megfigyelései alapján később újabb tárolókat vásárolnak, terveik szerint a tesztelés alapján le fogják cserélni az összes közterületen levő kukát a közeljövőben.